Szép jó napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk Barbival egy újabb videóhoz. Tettem ki nektek egy sztorit, ahol megkértelek titeket, hogy dobjatok be nekünk témákat és tegyetek fel kérdéseket, ugyanis nem tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni, csak videózni akartunk. Úgyhogy most itt vagyunk, és egy ilyen mindenes videót csinálunk nektek. Kérdezfelelek és beszélgetés. Nagyon sokan írtátok kommentrészekbe, hogy nem szeretnénk a podcastet csinálni, úgyhogy most gyakorlunk, és megnézzük, hogy milyen lenne, ha elképzelésem nincs, hogy hogy néz ki, tudom. Én nem látok eszembeges odáig, úgyhogy tök mindegy. Kezdjünk ezzel. Mióta ismeritek egymást, hogyan ismerkedtetek meg? Amúgy ezt nem tudom még mindig, hogy mióta. Vagy 19? Nem, 20. 20, ezt már többször megbeszéltük, karanténos évbe talisszunk. Igen. Ugyanis én kitettem egy olyan videót, hogy várót keresek. És Miss jelentkezett, és igazából szerintem... Hozzátenném, igen, hogy kellett csinálni igen. bemutatkozó videót, igen. És már akkor is gyűlöltem igen. kamera előtt lenni. És Rebekának valamiért nagyon tetszett az a videó. Azért elmondom nektek, hogy miért, és ez amúgy lehet, hogy nem túl tisztességes a többiekkel szemben, viszont a párja operatőr és vágó, úgyhogy olyan tökéletes videót raktak össze, hogy elképzelni nem tudjátok, gyönyörűen nézett ki, és nagyon zavarba volt, elképesztően zavarba volt, viszont Dávid nevettette közbe, úgyhogy ilyen nagyon kis autentik lett az egész, és amikor először találkoztunk, akkor rögtön igazából klikkeltünk szerintem. Igen, amikor megláttad ezt a videót, akkor tudtad, hogy ő lesz a legjobb barát. Yeah. És ja, úgyhogy... Úgyhogy amúgy munkával indult, aztán... Munkával indult, viszont villámgyorsan szinte elkezdtünk együtt élni, mert ahogy elkezdtünk együtt dolgozni, majdnem minden nap jöttél. Igen. És kiderült, hogy tök közel lakunk egymáshoz. Kiderült, az volt a legjobb, hogy... 10 percre. Igen. Konkrétan. És igen, a többi történelem. Szeretnétek egy kis állatot? Itt hagyom neked, hogy áradozzál egy kicsit a fiadról. Nekünk van kis állatunk. Van egy csodás csöpi babánk, egy kis macskánk, kis kóborka, úgy fogadtuk be, és azóta is a világunk közepe, úgyhogy... Amúgy nagyon szeretnék kutyát nagyon régóta, de tudom, hogy nem olyan az életvitelünk, hogy legyen kutyánk. A macskával meg most ha csúnya ilyet mondani, hanem sokkal kevesebbet kell foglalkozni, sokkal inkább otthon lehet hagyni mondjuk egy fél napra, hogyha dolgozunk mindketten, úgyhogy most még cicánk van, aztán reméljük, hogy egyszer majd kutyus is lesz. Láttátok-e már a moziban az Imádlak utáni című filmet? Ha igen, mi a véleményetek róla? Na, az. Amikor az előző vlogban el akartam mondani, hogy láttuk, meg kellett keresem, hogy mi a magyar címe. Ez a magyar címe. Múlt héten voltunk egyébként megnézni, és zseniális volt. És kezdjük ott, hogy mind a ketten angolul szeretünk filmeket nézni, főleg ezeket az újabbakat, mert amúgy szerintem nem olyan jó a szinkron, mint régen volt. És... nagyon vicces volt, én nagyon rég röhögtem ennyit filmen. És utána gondolkoztunk, hogy tényleg ilyen vicces volt, vagy csak azért volt vicces, mert együtt voltunk, de tényleg nagyon vicces volt. És ha tehetitek, és tudtok angolul, és szeretek angolul filmet, és angolul nézzétek, mert tök sok poén csak úgy esik le, és meg akarom majd nézni magyarul, hogy amúgy az úgy átjön egyáltalán a fordításba, de szerintem nem fog. Úgyhogy nagyon jó, zseniális, imádjuk, és azóta is a... mi a szemcíme? Unwritten. Azt hallgatjuk megállás nélkül. És azt beszéltük, hogy a kislány barátnőnket is elvisszük magunkkal. Milyen kislány barátnőnket? A gyerekünket? Dórát visszük zseniális. Magunkba. Igen, úgyhogy annyira tetszett, hogy el akarunk menni még egyszer megnézni. Igen. Ez a konklúzió igazából. Volt pár olyan kérdés, amit visítottam rajta. Többféleképpen van feltéve. Az egyik fajta az az, hogy Barbara tényleg doktor? Mi a végzettsége? Ezután pedig van olyan, lehet, hogy ezt Instán kérdezték, és nincsen ide még kifotózva, mert azok külön lesznek, de hogy Barbie tényleg doktore, vagy csak kiírta Instára, mert jól néz ki? Ja igen, csak kiírtam Instára. Nem, egyébként jogászként végeztem, és úgy gondolom, hogy eleget dolgoztam azért a két betűért, úgyhogy azért menő, hogy megszereztem azt a doktori címet, úgyhogy ezért van kint Instán. De imádom, hogy valaki feltételezi egyébként, hogy csak úgy kiírok egy doktori címet. Van ilyen, aki csak úgy szerinted kiírja? Nem tudom. Az az igazság, hogy ezekre a kérdésekre már nem szoktam válaszolni, viszont így, hogy itt vagy, újdonságnak számítanak. Mi a kedvenc sorozatotok? Ezt csak azért kérdezem meg, mert ezután a videó után terveink vannak. Most egyből az jutott eszembe, hogy a vámpírnaplók, mert hogy most azt fogjuk elkezdeni megnézni. Pont az előbb ültünk és tiktokoztunk, és így ránéztem Barbira, hogy oké, újra nézem a vámpírnaplókat, és így rám nézett, hogy nem kezdjük el ma.
Úgyhogy de amúgy nem is tudom, hogy van-e valami más olyan sorozat, amit így többször megnéztem. Nem néztem meg többször, én a Grey's Clean-eket nagyon-nagyon szerettem. Én ugye nekem újdonság volt a Sex és New York, én ugye azt nem néztem egyáltalán. Nekem a Gossip Girl volt, én arról maradtam le valahogy. Ezen kívül, hogyha nem ilyen csajosat nézünk, akkor nekem a Blacklist az egy nagyon-nagyon-nagyon top-top. Én azt vagyom, hogy szerintem keveset tévézek. Mert hogy Netflixen néztem a Blacklistet igen, is. Igen, de hogy úgy értem, hogy még ahhoz képest is, tehát nekem ilyen időszakok vannak, amikor ullevülök, és akkor nagyon sokat, de most nekem is ezek jutnak ezen. Amúgy ilyen újból mi van, amilyen? Jó, az ilyen Bridgerton, meg ezeket a... Ja. Az igazság, hogy én nagyon sorozatos vagyok. Rebecca bármit csinál, leül, és egy nap alatt megnéz 6 sorozatot, mert igazából loopon megy. És akkor mondom neki, hogy látod azt az új Netflix sorozatot, és nem nézzük majd meg, hogy jaj, már láttam. Sorry. Láthatatlanság vagy gondolatolvasás? Nekem gondolatolvasás, egyértelműen. Ó, nekem nem. Én nem akarnám tudni, hogy mit gondolok. Én inkább láthatatlan lennék, és köcsög módon ott ülnék, és hallgatnám, hogy mit beszélnek. A gondolatod nem az annyira belsőséges, hogy így... Valaki hallaná, hogy én mikre szoktam gondolni. Milyen gyűrűket szeretsz hordani? Ő azt szereti hordani, én meg szeretnék egy ilyet hordani. De clearly semmi nincs a kezemen, úgyhogy szoktál-e azon gondolkozni, hogy mi történik a halál után? Sajnos igen. De így rossz érzéssel? Igen. Tényleg? Igen. Én nagyon félek. Mondtad, hogy Lucával is beszéltek. Igen, én nagyon félek a haláltól. Nem tudom elmondani, hogy miért, mert egyébként meg hiszek a reinkarnációban, meg hiszek abban, hogy ugye a lélek az még úgy valahogy tovább él. De közben meg amúgy tökre félek, mert mindegy, nemrég történt egy ilyen haláleset, de egy ilyen tök hirtelen haláleset, hogy szimplán nem kelt fel a másnap az úriember. És ilyenkor belegondol az ember, hogy milyen rövid az élet. És hogy tényleg egy ilyen ennyivel véget ér. És így mondtam is, hogy örülnék, hogyha ott kapcsolgatnám nálunk a villanyt, mert akkor legalább tudnám, hogy jól van. Ami félig vicces, de hogy amúgy én tényleg fosok a haláltól. Nem. Meg az öregedéstől is. Az elmúlt egy hétben csak ez a téma egyébként. Hát most valahogy erre nagyon rákattant. Én amúgy félni nem félek tőle, tök sokat gondolok rá, de jó. Ha tudnám, hogy mi van utána, vagy ha tudnám azt, hogy akkor így megszűnök és nincs semmi, vagy ha tudnám azt, hogy a lelkem tovább megy, akkor nyugodt lennék, mert tudom, hogy mi jön. Két opció van. Vagy tovább mész, vagy nem. Ha nem, de akkor az a megszűnik létezni. Jó, de... igazából a két opciót közül az egyik. Jó. Hát ezen majd mondani, és akkor kell. Kiderül. Tényleg? Igen. Az egyik az, hogy bántottak már... Szóval, bántottak már meg úgy, hogy nem tudtál megbocsájtani, vagy sok időbe telt feldolgozni. Amíg gondolkozol, addig én elmondom, hogy én nagyon rossz vagyok ilyen szempontból, nekem ezen kell dolgoznom. Általában nagyon-nagyon kevés kivétele, hogyha igazán megbántanak, akkor nálam dán. Szóval nekem régen nagyon sok, nem mély barátságom, de barátságom szűnt meg amiatt, mert nem feltétlen tudok megbocsájtani, úgyhogy ezen dolgozom. Azóta egyébként szerintem fejlődtem, de igen, határozottam. Én nem tudok ilyet, vagy én szerintem sokkal könnyebben bocsájtok meg, mint te. Ez a tipikus, tudom, ilyen klisé, de hogy ez a megbocsájtok, de nem felejtek. Uh-huh. De uh-huh. Hogy így nincs a fejemben egy olyan, hogy úristen, akkor nagyon megbántott valaki, és milyen rossz volt. Nekem is vannak olyan kapcsolataim, leginkább baráti kapcsolatok, amik már nincsenek, nem véletlenül nincsenek. Tökre hiszek abban, hogy mindenki okkal kerül az életünkbe, és okkal kerül abból kifele. Úgyhogy amúgy nem tudom. Lehet, hogy szerencsés vagyok ilyen téren. Én mindig azt mondom, hogy nálam pasitnál sem volt soha, hogy így nagyon bántott volna valaki. És ehhez kapcsolódik, most nem találom egyébként. Egyet lehet választani, inkább szeretsz olyan embert, aki megbánt, vagy inkább megbántasz olyan embert, aki szeret. Nekem az inkább bántson meg. Igen. Nekem határozottan. Nem tudom, hogy... De azért, mert ilyen mazoisták vagyunk. Én people pleasing-et akartam egyébként mondani, de nem tudom, hogy azért, de nekem határozottan. Én azt el tudom tenni, viszont akit tényleg szeretek, arra nagyon vigyázok. Igen, és pont ezt akartam mondani, hogy szerintem azért mondjuk mindketten ezt, mert tudjuk, hogy mindketten tudnánk kezelni. Azt lehet. Hát... Jelenleg mi az álommunkád? Jelenleg? Jelenleg? Ugyanaz az álommunkája.
Az a helyzet, hogy ezt csak egy kis teasingnek szerettem volna felhozni, hogy mostanában elkapott minket egy szenvedély, aki szemfüles, az lehet, hogy tudja, hogy miről van szó, és kacsingatunk felé elég erősen, és valószínű, talán azt lehet mondani, hogy fél éven belül lesz is belőle valami komoly. Nem sokára látni fogjátok egyébként, mert én úgy tervezem, hogy az egész folyamatot elejétől a végéig vlogolni fogom. De igen, jelenleg van, ha nem is örökre, de egy pár évre ez ilyen zseni. Van olyan pillanat az életedben, ahová szívesen visszamennél, ha igen, mi volt az, ha nem túl személyes? Nekem van egy konkrét pillanat, amit akkor, amikor megtörtént, én azt mondtam a Dávidnak, hogy ez az a pillanat, amire egész életemben emlékezni fogok, és sajnos ez nem, mert nem sajnos, de hogy a lánykérés is egy ilyen pillanat volt, de hogy én sose gondoltam azt, hogy az életemben meg fogom egyszer azt élni, hogy egy ilyen tök hétköznapi pillanatban érzem magam a legboldogabbnak, és jó, most ez hülyén hangzik, hogy hétköznapi, mert tudom, hogy valaki soha nem jut el, de voltunk 2 éve New Yorkban, és azt hiszem, hogy a Madison Square Parkban leültünk, ettünk egy séseket, százágra sütött a nap, kiskutyák mászkáltak jobbra-balra, 500 millió ember volt, mindenki mosolygott, és egyszerűen így ránéztem Dávidra, és azt mondtam, hogy én itt most eszméletlenül boldog vagyok, és hogy most így itt maradnék ebben a pillanatban. Neked? Van, de nekem nem egy kifejezet, nekem van több. Jó, amúgy nekem is most így elkezdtem gondolkodni. Az az igazság, hogy ha csak egyet választhatnék, akkor nem tudom, hogy mit választanék, mert akkor egy kicsit így szétszakadnék a dolgok közt. Viszont van, határozottan. De amúgy szerintem mindenkinek vannak az életében ilyenek. Mit tudom én, a doktori címet mikor megszereztem, az ilyen volt. Én például tök sokszor elmondom Rebekának, meg amúgy egymásnak, hogy én nem tudom, mi lenne velem Rebeka nélkül. Tehát, hogy így annyira kellett az én életembe a Rebeka, hogy that's me! De tényleg. Úgyhogy nekem ez is egy ilyen, de ez meg nem egy pillanat, hanem ez inkább az, hogy belecsöppentünk. De akkor legyen ez az a pillanat, amikor elküldtem azt a szaros videót nekem. Ti is meg voltatok hívva Barni Szili napjára? Ő volt csak meg hívva. Én meg voltam, bocs. Úgy mondod, mintha csináltál volna bármit, és betegen feküdtél még. De ott voltam. Szingliként hogyan lehet az intimitást fenntartani? Ezt a kérdést azért szedtem ki, mert Lucával pont beszéltünk erről, hogy mostanában éreztem párszor azt, hogy úgy szeretet hiányom van, olyan közelség hiányom van. És ilyenkor csináltuk azt, hogy én átmegyek hozzá, és egymás mellett fekszünk a kanapén, igen, és olvasunk. Sőt, és volt olyan, hogy nem tudom, emlékszel-e, amikor konkrétan azt mondtad, hogy tényleg szeretet kell, és megalázkodtál. Igen, meg múltkor Dóri is így nézett rám, azt mondja, mi bajod van, mondom, semmi, szeretet hiányos vagyok, így mondom, hogy gyere ide, megalázgatlak, és olyan jó, hogy vannak a csajok egyébként, mert oké, nyilván nem olyan, mint amit egy pasitól kapsz, de hogy igen, és pont erről beszéltünk Lucával is múlt héten, úgyhogy gondoltam, ezt megosztom veletek. Én meg nem tudom, hogy milyen, mert lassan 10 éve nem voltam szingli, úgyhogy... Botrányos. Jó értelemben, de botrányos. Miért vagytok ilyen gyönyörűek egy hódolótok? De rigó. Kedves vagy. Miért nem látok, ha becsukom a szemem, ez valami betegség? Egy pillanatra rendesen elgondolkoztam rajta, hogy micsoda? És amikor lássad, mondom, te állat! A másik, a letöltendőbb börtönbüntetést honnan kell letölteni? Ezt már megbeszéltük, hogy az N-korról. Mit gondoltok a nagy korkülönbségről egy párkapcsolatban? Én nagyon érdekesnek találom, ugyanis nagyon sok olyan kapcsolatot látok, ahol észre se veszem szinte, viszont nagyon sok olyat látok, amit meg egyáltalán nem értek. Nyilván ez így TikTok, meg van pár olyan ember, akit nagyon régóta követek. Én azt mondom, hogy azt gondolom, hogy biztos, hogy van olyan kapcsolat, ahol nagy a korkülönbség, és tud működni, de én nem tudom elképzelni, hogy hosszú távon tud működni egy olyan kapcsolat, és most csak egy példát mondok, hogy van egy 20 éves lány, és mondjuk egy 40 éves pasi. Én csak saját magamból kiindulva tudom, hogy 20 évesen milyen voltam. És 20 évesen még nagyon-nagyon sok mindent nem éltél meg, amit az a 40 éves pasi már rég megélt. És tök mindegy, hogy milyen érett vagy szerintem nőként is. Én valahogy azt gondolom, hogy annyira más szakaszában tartanak az életüknek, hogy szerintem emiatt el tud menni, de nem mondom azt, hogy nem tud működni, biztosan tud működni. Meg kérdés, hogy mi számít nagy korkülönbségnek. Meg ez minden idő, vagy tudod, ilyen korban más. Most azért 12 éves együtt van egy 20 éves, az nem olyan az vicces, porcán. De mondjuk egy 20 éves, egy 28 éves, az meg ilyen semmi. Ó, itt ez nagyon durva, úgyhogy itt egy kis trigger warningot betennék elé.
Érte már téged szexuális bántalmazás, engem többször is, sosem jártam terapeutához, a szüleim sem tudják, 17 éves lány vagyok, mit tanácsolsz, történt-e már veled ilyesmi, sokat segítene a válaszod. Nyilván én csak a magam nevében nyilatkozom, de velem hála az égnek soha semmi nem történt. Én nem is nagyon akarnék egyébként ilyen tanácsokat osztogatni, tényleg azt, hogy egy szakembert keres fel. Én is ezt akartam mondani, hogy azt mondod, hogy a szüleid nem tudják. Nyilván itt nem lehet tudni, hogy milyen a kapcsolatod a szüleiddel, viszont én mindenkinek azt mondom, ez az egyetlen olyan tanács, amit szerintem határozottan, hogy ha jó a kapcsolatod a szüleiddel, akkor mindenképp mondd el nekik. Ez nagyon fontos, és ha megteheted, akkor keress szakembert, és azt hiszem egyébként, hogy vannak ingyenes segédvonalak is, megpróbálok keresni nektek egy számot, és ezt ide teszem. De hogyha nem tudsz elmenni magánban, akkor legalább valami ilyesmit próbálj meg. Szerintem ez az egy. Barbiehoz! Hogyan készültél a ZV időszakra? Egyszerűen fogalmam sincs, hogyan kellene hozzá kezdenem ekkora anyagmennyiséghez. Én megmutatom nektek, hogy ő hogy készült. Így készült, nálam a nappaliba a földön. Egyébként én azt mondom, hogy és nem kell jogásznak tanulni, meg orvosnak, meg nem tudom minek úgy ámlok, hanem mindenki előtt le a kalappal, tök mindegy, hogy egyetemen, a gimnáziumban tanulod szanaszét magad, teljesen tök mindegy, de le a kalappal mindenki előtt. Nagyon nehezen vettem rá magam, én 2 záróvizsgai időszakot ki is hagytam, és nem mentem el egyáltalán vizsgázni, mert annyira ki voltam készülve. Ebben az időszakban kezdtem el utcához járni, mert konkrétan azt éreztem, hogy ezt egyedül nem fogom tudni végigcsinálni, és hogy na nekem most van szükségem szakemberre. Aztán igazából, ez ilyen nagyon klisé ez is, de hidd el, hogy meg tudod csinálni, semmivel sem rosszabb, mint egy sima vizsga. Tehát, hogy nálam ez volt a mumus, hogy mindenki azt mondta, hogy úristen, záróvizsga, és hogy ez milyen nehéz, és hogy milyen gonoszak a tanárok, meg mit tudom én. Nekem az egyik legjobb vizsgaélményeim a záróvizsgáim voltak, úgyhogy igazából le kell ülni, és be kell seggelni. Ennyit tudok mondani. Ja, meg szerintem tök fontos az ismétlés, meg az, hogy mondjuk másnap mond fel, mi ezt Rebekával csináltuk egy időben, szerencsétlen, annyit jártam tanulni, mert rendesen rosszul éreztem magam. De hogy én például csináltam azt, hogy egy tételt megtanultam, vagy úgy gondoltam, hogy megtanultam, akkor Rebeka kikérdezte, átbeszéltük, hogy mi az, amit egyáltalán nem jól mondok, vagy ami jó éppen, úgyhogy ha van segítség, az mindig jó, tanulj valakivel, de tényleg az az igazság, hogy le kell ülni, és meg kell tanulni. Nincsen szerintem rá egy módszer, hogy tudod jól megtanulni, legalábbis én nem találtam meg ezt a módszert. Ha mindig olyan emberekkel vagyok körülvéve edzésen, suliba, szabadidőmben, akik szinte teljesen különböznek, lehordják a másikat, csak azért, mert valamiben nem egyezik a véleményük, akkor hogy tudnám szelektálni anélkül az embereket, hogy abba hagyom azt, amit csinálok? Tehát a lényeg az, hogy olyan helyeken vagy, kell lenned, ahol nem egyezik az értékrended a többi emberrel. Ja. Meg lehet-e azt oldani, hogy ne feltétlen kelljen kommunikálnod velük, csak a kötelező mennyiséget. Igen, meg szerintem, és ez is egyébként szerintem, hogy öregszik az ember ezekre rájön, hogy egyáltalán ne érezd szarul magad amiatt, hogy te máshogy gondolod a dolgokat, hogy neked magasabb az érzelmi küszöböd, és nem értesz egyet emberekkel, és soha ne akarjatok azért máshogy viselkedni, meg más véleményen lenni azzal szemben, mint amit igazából éreztek, hogy beírjetek egy, nem tudom, közösségbe vagy bármibe, amúgy ez tök jó, hogyha te már észrevetted, hogy egyáltalán nem egyezik. Igazából minél jobban el kell kerülni őket, amennyire csak lehet, és nem tudom hány éves lehetsz, de 10 év múlva nem is fogsz emlékezni a nevükre ezeknek az embereknek. És ezt tapasztalatból mondom, mert el szoktam gondolkozni azon, hogy egy-két embert hogy hívnak, aki így zavart a múltamban, és nem emlékszem a nevükre, úgyhogy. Amit most problémának lesz 10 év múlva, nem lesz az. Mivel tudjátok a leginkább zavarba hozni egymást? Nem tudom, hogy zavarba tudok-e jönni Rebeka előtt. Szoktam? Gondolkoztam rajta, amikor olvastam, és nem jöttem rá. Szerintem nem tudunk ilyet. Tehát, hogy nincs ilyen. Ha megkérdeznék a barátaidat a legrosszabb tulajdonságodról, szerinted mit válaszolnának? Hangulatember vagyok nagyon. Ez igaz. Imádom a komfortzónámat, és abban nagyon nehéz kirángatni. És olyan hisztiket le tudok vágni. Azokat imádom. Azokért élek. Hogy szörnyű. Nevetséges, nagyon jó. Tovább is, mondjam. Mondom még, van még? Amúgy, és amúgy mi?
mi lenne, hogyha... Kiszt is picsa vagy, de ezért szeretlek. Jó, igen. Nem vagyok pontos, ezt tudom magamról, és ez valószínűleg egy kifejezetten idegesítő tulajdonságom. Amúgy tök érdekes, mert te ezt mondod, de hogy én meg utálom, a késik valaki, meg ilyen pontatlan, de hogy nálad ezt valahogy így soha nem érzékeltem. Különleges vagyok. Ja. Az a baj egyébként, hogy nekem nincsen ilyen pattern-em szerintem. Mm. Én talán inkább azt mondanám, inkább nem is a pontoság, hanem a szétszórtság. I am. Nem kicsit. Meg amit, hál' Istennek már nem csinálod annyit. Tell me. De régen voltak olyan időszakai, amikor annyira magadba fordultál. Igen. És volt, hogy egy hétig azt se tudtam, hogy éle vagy hal. Oké. Okay. Ezt tudjuk, hogy milyen időszakban volt, úgyhogy szerintem ezt így... De na, akkor is ott voltam, és ott lettem volna. Oké, okay, de ezt belül kellett megfejtenem. Tudom, mindegy, ez idegesítő volt. Ezen bőven. Meg egyébként, pont a Lucának mondtam, hogy én azt szeretem a legjobb volna a barátságunkban, hogy, és ez visszafele nem biztos, hogy így van, és lehet, hogy ezen nekem ott dolgoznom kéne, de hogy ha én neked elmondok őszintén valamit, hogy én mit, hogy élek meg, igen, akkor soha a büdös életben egyszer se sértődtél meg ezen. Hanem elfogadtad, hogy én azt így gondolom, és kész. Fordítva, én tudja, hogy besértődtem volna azon, amit mondtam, de hogy az én részemről meg már tudom, hogy mondhatom, mert nem fogsz megsértődni, hanem pont jól fogod venni. Nem emlékszem rá, hogy valaha sértődtél ebbe bármin. Most majdnem megsértődtem, amikor hétfőn úgy volt, hogy átjössz, és utána voltam, hogy egyedül voltam otthon. Szóval egyedül voltam otthon, úgy volt, hogy Rebeka átjön hozzám. Igen. Aztán mondta, hogy ő dolgozik, nem jön át. Aztán rám ír, hogy Tóri hamburgert akar enni, és hogy akkor gyere át Tórihoz. Mondtam, hogy itt a kis szomat, az nem megyek Tórihoz, ha Tórihoz akarsz menni, menjél. Elmondanám nektek, hogy a csodanő Érden lakik a halálnak a faszán. 20 perc kocsival. 10-ből. 20. Hányszor megyek én hozzád, és hányszor jössz te be? Ez azért van, mert mikor tanultam, akkor annyit jártam hozzád, mert nincs pofám menni, ezért én szeretlek mennék látni. Ó! Stabil a hotel, szerencsére. Nem gondolod-e, hogy túl kurvásan öltözködsz? Őszintén kérdezem tőled, soha nem kérdezzelek még meg. Én nem gondolom úgy egyébként. Tőled kérdezem, kurvásan öltözködik-e a legjobb barát? Amúgy ne haragudjatok meg, de én ezen amúgy ki tudok barulni. Tehát most az, hogy már bocsánat, de van csöcsöd, meg van segged, és az látszik, hogyha felveszed egy szűk ruhát, bazd meg, már bocsánat, örülj neki. Tehát, hogy én is ilyen szűk ruhákba járnék, hogyha... Oké. De hogy nem, és egyébként én lennék az első, aki azt mondanám, hogy ezt ne, mert ez sok. Okay. Kíváncsi voltam, határozottam. Itt megfogalmazódott bennem egy gondolat, amikor ezt olvastam. Egy teljesen hétköznapi ember lehet-e annyira érdekes, mint egy ismertebb? Ez a kérdés. Sokkal. Igen, határozottan lehet annyira érdekes. Ráadásul egyébként én már beszéltünk már nagyon sok témát, amiről így akarunk beszélni, és egyébként akármennyire jóban vagyunk, azért vannak olyan dolgok, amikben szerintem pont így a két pólusán vagyunk a véleményeknek. És nekem például az egyik, ez a ismert ember, nem ismert ember, influencer, nem influencer, nekem erről nagyon határozott véleményem van, ezt majd egyszer kifejtjük. Most akkor ezt így tök őszintén elmondom, hogy voltunk egy rendezvényen tegnap Rebekával, és én ott volt egy csomó olyan ember, aki a tévébe folyamatosan látok, a TikTokon feldobálja, és pont azt mondtam Rebekának, hogy körbenézek, ismerős arcokat látok, mert láttam már mindenhol, vagy mindenkit valahol, de hogy olyan érdektelenek, hogyha az utcán találkoznék vele, és nem tudnám, hogy ő kicsoda, micsoda, akkor elmennék mellette. Ennyi. Név nélkül egyetért. Ezt majd egyszer hosszabban kifejtjük. Uh-huh. Milyen dolgok a leginkább közösek bennetek? Ugyanolyan viccesek vagyunk. Tény? Amúgy tény. Nem tudom, hogy szerintem nagyon sok hasonlóság van. Nagyon sok mindenről hasonlóan gondolkozunk. Az az igazság, hogy szerintem a tökéletes egybelegét alkotjuk annak, hogy mennyire vagyunk hasonlóak, és mennyire vagyunk különbözőek. Ja. Nagyon sok mindenről egyformán gondolkozunk, életszemlélet, spiritualitás. Szerintem értékrendben is. Értékrend. Nem lenne, akkor nem is lennénk barátok szerintem. De hogy tényleg nagyon-nagyon sok mindenben legyen, az ilyen picike vagy nagyon-nagyon nagy, de rengeteg dologban meg teljesen különböző a gondolat. De hát ettől vagyunk emberek, meg ettől
egyedi mindenki, meg mindenki másmilyen, úgyhogy ezzel nincsen gond igazából. Ezért tudunk nagyon jókat beszélgetni amúgy. Eltörtem egy poharat. Eltört egy poharat. Úgy, hogy leselőgte egyébként. Követi az arcodat, meg a szellemeket, de a 3D-tás nem működik. Kedvencem tényleg az iPad-en. Hogyha FaceTime-olok, akkor be lehet kapcsolni az arckövetést. És ha kimegyek a szobából, akkor... Akkor szellemeket követ így. Random dolgokra fókuszál rá, és így megy körbe-körbe. Bár elmondtam egyébként, hogy sehol nem mondtam még, úgyhogy itt egy ilyen kis fun. Eladták a lakást, amiben lakom. Amit bérlek, és nem sokára költöznöm kell, viszont az elmúlt 2 hónap az körülbelül arról szólt, hogy átjáróház volt, és jöttek megnézni egymást felváltva az emberek, és szerintem behoztak valami szemetet, már bocsánat, de hogy tele... Ott a kis zsáját varázsolt ki őket. De tényleg egyébként az utolsó után nem csináltam még, viszont amióta járkálnak be, azóta lámpák kapcsolódnak meg. Annyira remélem, hogy Dóri nézi ezt most. Az az igazság, hogy Dóri ki van tőlem, de azért ő is megszólalt egyszer-kétszer, amikor az arckövetés így izett. Ja. Azért az para. Terveztek elutazni Barbie-val? Ha igen, hova lesz róla videó? Itt vagyünk. Meg és amúgy tervezünk is, csak még nem tudjuk, hogy hova. Igen, csak az új tervek kicsit felülírják most az utazásos terveket. Volt-e már lányjal kalandod? Én erre már válaszoltam párszor, hogy nem. De kalandoztatunk. Mi az a bakancslistás hely, ahová régóta vágyad eljutni? Nekem New York. Neki is New York volt, és meg is kérték a kezét New Yorkba. És 2 hónap. Nagyon szeretem, és nagyon örülök neki, de... Amúgy tök durva, hogy pont azon gondolkoztam, hogy tök szerencsésnek érzem magam, mert 2 ilyen hely volt, az egyik Bali, a másik New York, és hála a jó időnek már mind a 2 helyen voltam, de hogy amúgy, vagy én például soha nem vágytam ilyenekre, hogy Maldív szigete, tudom, hogy te, tudom. Én, de mert te nem vagy tengerpartos, nekem az a hófehér homok, és az a gyönyörű víz. Jó, amúgy én is ott elolvasgatnék a parton. De neked van egyébként? Hányit, hogy mert azt nem mondtad, hogy neked milyen bakancslistás. Az, nekem Maldivon van egy konkrét... Jaj, tudom. Nincs Rebekának barátja, mert itt látom, hogy 28-an kérdeztek, nincsen neki. Szerintedek miért én jöttem vele a hotelbe? Nice. Ó, bocsánat, Berez, add ide. Hát veszem a stafétabotot. A Twisted sorozatot, mert ezt most megláttam, valaki kérdezte, hogy olvastuk-e már. És szerintem te nem olvastad. És én sem olvastam, mert elkezdtem olvasni, és az első rész után úgy voltam vele, hogy... Sőt, az elsőben sem fejeztem, mert olyan szinten ilyen a full sex. Mm-hmm. És nekem nincs olyan a szexel, én nagyon szeretem, de hogy annyira unalmas már nekem olvasásban a szex, hogy amint eljut egy pár oda, ha egy romantikus időt, így átlapozom, mert már annyira nem érdekel. Mm-hmm. És ez meg full ilyen volt, és szerintem lehet, hogy neked tetszene egyébként, mert szerintem kicsit... Oké! Mert kicsit hasonlít szerintem az Adeline-oshoz. Nem annyira beteg, aha, de kicsit ilyen... Dórika kérdezett! Dóri nagyon szeretné tudni az eddigi top Shein find-omat, ami a top. Úristen, én tudom, hogy az mi. What? Az overall? Az overall. Zseniális. Nagyon jó, tényleg. De nem tudom, hogy azért, hogy 5 éve rendelünk Shein-ről. Ó, videó könyvekről, amik megváltoztatták a szemléleteteket valamiről. Valamiért beugrott egy érzés. Nekem is. De nem nekem tudom, is, hogy ez mi volt. A, nekem is valami, de... Amúgy arról csinálhatnánk majd egy könyvet, hogy így a kedve... Vagy a könyvet is csináltuk, szóval arról csinálhatnánk majd egy videót, hogy mik a kedve... Így az all-time favorite könyveink. És hogy miért. Amúgy nem tudom, nekem van, az én fejemben van 2 olyan könyv, amiben mind a 2 18 pluszos, az egyikben egy ilyen nagyon rossz körülmények között élő család van, van 4 vagy 5 testvér, és a 2 legidősebb testvér egy fiú és egy lány, és egymásba szeretnek, és ennek így az egész, nem tudom, lelki háttere meg minden, azt szerintem olvastad te is, nem? Nekem az ilyen, igen, nekem az ilyen nagyon furi érzéseket hozott ki bennem, és nem rossz értelme. Tehát az az igazság, hogy mire a könyv végére értem, így úgy voltam vele, hogy így full megértem őket. Igen, és te azt nekem úgy adtad ide, hogy nagyon elborult, de nagyon tetszik. Én annyira nem tudtam átélni, vagy befogadni, vagy nem tudom, hogy tetszett nagyon is nekem. Nekem is nagyon tetszett. De valahogy, igen.
és nekem van még egy, az is 18 pluszos, ott pedig egy pont egy ilyen nagy korkülönbséges dolog van, azt is ízletem, az a minden csúfa és csodálatos dolog. Az se volt annyira, nem tudom, nekem nem volt ilyen életet megváltoztató. Jó, nekem se, de hogy úgy picit tudod így máshogy kezded el nézni. Mi is érezzük el a nők között az állandó versengést? Igen, ezt mindenképpen akartam. Határozottan igen, viszont nem tudom, kivel beszéltem, de annyira jó érzés, hogy nekem biztosan megvan ez a kis köröm, amiben olyan csajok vannak, akikkel tudom, hogy tényleg a legjobbat akarják nekem, és bármit elmerek nekik mondani, mert nincsen az, hogy tudjátok, ilyen kamugol örülnek. Egyébként pont idefele mondtam, ja, pont ezt neked, hogy Rebecca nagyon egyike azoknak a kevés embereknek, akiknek tudom, hogy bármit elmondhatok, mert bármilyen sikerem van, annak ő őszintén tud örülni, és nem az van, hogy irítséget, vagy bármi ilyet látok, vagy érzek felőled. Titok felolvasós videó, mint régen. Igen, yeah. Fogunk kitenni egy sztorit, miután ez a videó kimegy, kiteszem a sztorit, és legyen, mert nagyon sokan írtátok, hogy ó, vannak. Mik a céljaink a következő 5-10 évre? Igen. Pont ez. Egyébként nem tudom, hogy ez jó vagy az, hogy én nem szoktam ilyen messzire, vagy ilyen hosszú távra tervezni. Mert hogy a párommal tervezek 10 év múlva együtt lenni, meg ilyenek, de hogy bennem nincs az, hogy akkor én 5 éven belül, nem tudom, gyereket akarok, 10 éven belül új vállalkozás, új kocsi. Tehát, hogy nekem nincs. Az az igazság, hogy nekem vannak, viszont én nem tudom, ilyen téren vagyok, egy kicsit ilyen zárkózottabb, vagy nem tudom, hogy nekem ezek itt megvannak, de azok ott jó helyen vannak. Te tudod, egy-két ember tudja, de hogy igen. Is kell az. Persze. Főzős videókat fogsz majd készíteni. Nem tudom, hogy fog-e, de készíthetne, és én leszek a kóstoló, mert Rebecca kibaszottul jó. Stop. De tényleg, úristen. Stop. A vizsgai időszakomban egyszer mondtam neki, hogy én ugyanígy pattájt, és csinált nekem házi pattájt, viszont 2 éve ígéri, hogy csinál nekem cukkini spagettit, és azóta sem kaptam meg, úgyhogy a következő ízlés videó az ez lesz. Elmondom a sztorit, úgy képzeljétek el, hogy 3 éve? Igen. 3 éve együtt Valentin napoztunk. Igen, és tényleg! És akkor én nagyon odafigyeltem, hogy full vegánba, és hogy semmi olyat, amire allergiás vagyok, nem ettem. És cukkini spagettit csináltam, és az ő vőlegénye Dávid annyira oda volt a cukkini spagettiért, hogy azóta egyszer szerintem én vittem nektek. Igen, szerintem is. És azóta meg te basztad szállandóan, hogy csináljak neked, igen. De soha nem jössz át hozzám, hogy csináljak. Nem azért nem csináltál. Miért nem csináltál? Mert nem találtál olyan bizbasztam, mert az is igaz, hogy ez a nyomorult helyezőt mondod. Bence! 200 forintos a zöldséghegyezőt! Nem sehol. Amúgy ezt nem tudom, hogy szándékosan futottad el, de ez tök jó kérdés, hogy melyik az a könyv, amiben élnél, vagy átvennél egy karakter életet? Én mondtam, én akotár vagyok. Fú, én is nagyon. Ha egy napra kisgyerek lehetnél, mit élveznél benne a legjobban? Az, hogy nincsen felelősségem semmire. Úristen, én mindig azt mondom. Na, mesélj. Hogy én voltam a leghülyébb gyerek, hogy soha nem szerettem az óvodában aludni, mert én most minden délután tudnék aludni. Szüzek vagytok el. Oroszlánok vagyunk. Ja, te nem? Te szűz vagy. Rebek a szűz. Utána esett le. Mennyi annak a valószínűsége, hogy randevúznál egy hétköznapi pasival? Magas. Amúgy ez tök szar, én nem tudom, hogy ezt mondtam-e már neked, vagy nem. De hogy amit a legjobban, nem is az, hogy sajnálok, de hogy szerintem Rebekának tök nehéz ismerkedni. És hogy alapból jelenleg, vagy így a mai világban tök nehéz az ismerkedés, és neked ez még meg van sokszorozva, és hogy így lehet, hogy örökbe kell fogadjunk. Kösz! Hogyan élted túl életed során a szakításokat? Én nekem tényleg hála a jó égnek, nekem volt egy kis gyerekkori szerelmem, utána egyedül voltam, és talán jött Dávid, úgyhogy én ilyen mákos kislány vagyok. Rebecca meg sokat sírt. Viccelek. Szoktunk együtt énekelni a kocsiban, vagy aztán, amikor megy a zene, igen. És mind a kettőnek ilyen, amúgy
ilyen, nincs rossz hangunk, de jó se, tehát, hogy ilyen, nem. Hát, hogy így, amúgy nem éneklünk hamisan, de hogy az önbizalom hiányzik magőle. Mi az, ami nagyon megfog titeket első benyomásra egy fiúban? Én el tudom mondani, hogy én amikor Dáviddal találkoztam, akkor így belenéztem a szemébe, és tudtam, hogy nekem ő kell. De tényleg, nem tudom, nekem a tekintet nagyon fontos, meg így a szemek. Uh-huh. Az, hogy van felöltözve. Uh-huh. És hagász, ha nem. Én imádom a jókerek popsikat a pasiknál, úgyhogy Dávid ezért google nagyon sokat. Hány gyereket szeretnél? Donno. Nem szeretnél? De. Egyszer szeretnénk, egyszer nem szeretnénk. Nem, én most nem szeretnék. Határozottan nem szeretnék. Most én sem. Viszont majd igen. Én kettőt. De én mindig azt mondom, és amúgy ez tök szomorú, mert egyszer emlékszem, hogy beszélgettem valakivel, és én mindig azt mondom, hogy azért szeretnék kettő gyereket, hogy meglegyen az a kapcsolata a tesóknak, mint ami nekem van az öcsémmel. Mm-hmm. És hogy beszéltem egyszer valakivel, aki azt mondta, hogy ő pedig azért akar egy gyereket, mert hogy nem akarja, hogy olyan kapcsolata legyen, ugye, mint ami neki van a tesójával. Na, ez szomorú. Igen, ez nagyon. Mi a véleményed a dick pic-ről? Rebeka nagyon szereti őket, és mindig továbbítja őket az öcsémnek. Yeah. És együtt röhögnek rajta. Nagyon erős lettél. Amúgy Rebeka mindig ilyen volt, csak... Na mindegy. I love you. De tényleg. Az a baj, hogy szerintem a legnagyobb baj veled kapcsolatban, hogy olyan szinten félreismernek az emberek. Rosszul fogalmazok, mert mindig azt szoktuk beszélni, hogyha én amúgy a mai napig nézem Rebeka videóit, nevetséges, de a mai napig megnézem az összes videóját, és hogy ha nézem a videódat, akkor mindig hiszem, hogy pont ugyanolyan, mint hogyha nekem mesélnéd. Tehát, hogy egy az egyben olyan vagy, de hogy mégis vannak olyan dolgok, nem tudom, akár az ilyen régi idiótaságokkal kapcsolatban, most van-e töltés, nincs-e töltés, én ezektől ki vagyok, hogy amúgy senkinek semmi köze nincs hozzá, de tök mindegy. Emiatt így beskatujáznak, meg így van egy vélemény rólad, úgyhogy amúgy egyáltalán senki nem ismer, és engem ez zavar a legjobban. Ha ennek volt értelme, akkor hagyd benne, nem biztos, hogy volt értelme, de hogy tényleg. Hogy vagy most lelkileg? Nagyon jól van, mert itt vagyok vele. Nem tudom, észrevetted, hogy kezdek feloldulni a kamerára. Igen, díjazom. Olyan vidámnak tűnsz mostanában. Nagyon jó irányba változtál, nagy inspiráció vagy nekem, Rebeka. Olyan cukik. Igen. Szoktál-e körmözni még? Jön a körmös videó, már láttam, hogy veszi fel nektek. Igen. Yeah. Edzéssel mi a helyzet? Nyomjuk. Edzéssel az a helyzet, hogy ma voltunk, és nem tudtam majdnem levezetni kezd helyre. Remélem, hogy tetszett nektek ez a... Akármi is volt ez. Mi határozottan nagyon jól érezzük magunkat. Hogyha szeretnétek még ilyet, akkor mindenképpen dobjatok nekünk egy lájkot, és kommenteljetek, mondjátok meg, hogy szeretnétek még ilyen videót, hogy ő is lássa. Nézi egyébként a kommenteket. Nem gondoltam, viszont a könyves videó alól akármit kiscreenáltam neki, azonnal mondta, hogy láttam. Még lájkoltam is. Oké. Okay. Ha szeretnétek még ilyen videót, akkor azt jelezzétek nekünk mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Nektek is köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és a következőben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Bye! Bye!